Azonosítatlan repülő tárgyak. Jövő és űrkutatás. Megmagyarázatlan jelenségek. Parapszichológia. UFO magazin. Százezrek kedvenc lapja. Én így nem tudok hozzátok beszélni. Az emberiség technikai fejlődésének kritikus pontjához érkezett. Kiszabadította a szellemet a palackból, és ezzel egyre nehezebben megfékezhető láncreakciót indított útjára, mely végül elpusztítja az élő bolygót, elpusztítja az embert. A filmsorozat előző két részében, az UFO-k nyomában, illetve az UFO Krónika 1 című filmekben már részletesen beszámoltunk a leggyakrabban előforduló fénygömbökről, fénysugarakról és hologramokról. Izgalmas elbeszéléseket hallhattak az UFO leszállások helyszíneiről, de nem maradhattak ki a bemutatóból az UFO felvételek és egyéb olyan szenzációs tárgyi bizonyítékok sem, mint például a 36 cm-es magnéziumrúd. De a legnagyobb érdeklődést a magyarországi történetekből összeállított harmadik, illetve negyedik típusú találkozások váltották ki. A 20. század ipara, mezőgazdasága és közlekedési eszközei egyaránt nagy mértékben hozzájárulnak a légszennyezéshez. Ezek a károsító folyamatok az utóbbi években ugrásszerűen megnőttek, és természetesen az ezzel járó kísérő jelenségek is, mint a savas esők, az ózon elvékonyodása, a lassú felmelegedés, éghajlatunk megváltozása, szmog képződés. Ezeknek a környezeti változásoknak a fokozódása a Föld élővilágának végső katasztrófájához vezet. Ebben a filmben a legújabb UFO esetek bemutatásán kívül arra is választ próbálunk keresni, hogy miért látogatják földünket az idegen civilizációk. A hazai helyszínek közül válogatva először Gyoma Endrődre látogattunk, ahol az is kiderült, hogy nem csak a kis szürkék keresnek meg bennünket. Igaz, hogy sokkal ritkábban, de előfordulhat, hogy a hivatlan éjszakai vendég egy fekete, 2 méter körüli alak. Egy olyan jelenséget tapasztaltam, amit, mint utóbb kiderült, nem tudtuk hova tenni. Ugyanis éjszaka arra ébredtem fel, hogy a hálószobában az ágy végénél egy sötét alak 2-3-szor elmegy. Egy magas körvonalaiban látszódó személy, vagy valami emberi alak, de teljesen fekete, tehát egyszín fekete. Na most felültem az ágyba, és ugye jó magasnak láttam ezáltal, mert én ültem. És néhány másodpercig vártam, mert szentül azt hittem, hogy a nagyfiú az ő szobájából
bejött, és éppen mondani akar valamit, hogy ne talán valami baja van. Na most nem mondott semmit, tehát semmi hanghatás, vagy más egyéb fényjel, vagy valamivel kapcsolatos nem történt, és a másik szobába ez az alak átjött, én pedig abban a pillanatban visszafeküdtem, és már aludtam is tovább. Ami érdekes volt még, én az alakot jó nagy magasnak láttam, de mivel én ott feküdtem az ágyon, illetve ott ültem az ágyon, és ha ő itt ezeket az el-vissza menő mozdulatokat végzi, akkor oldalról kellett volna, hogy lássam. Én pedig mai napig is úgy van a tudatomban, hogy mintha így ment volna el, vagy kétszer-háromszor, tehát mindig vagy szemből, vagy hátulról kellett, hogy lássam, mert a vállat, meg a kezeket szemből, meg a fejnek a körvonala. És akkor másnap reggel kérdeztem a gyerektől, hogy ott voltál, ott elmentél kétszer-háromszor az ágy végénél, és mit akartál? És ő mondta, hogy ő ugyan nem volt, és ő is semmire nem emlékszik, mert ha ő felébred éjszaka, és valójában tényleg bejön, mert akar mondani valamit, akkor ő arra másnap emlékszik. Arcot nem tud felidézni, csak abból gondolta a fialetet, mert hát ki lehetett volna más tulajdonképpen. Igen, tehát nekem csak egy olyan volt, hogy na biztosan a gyerek, és akar valamit, de egész rövid ideig tartott, és semmit nem szólt, csak kijött. Akkor még egyszer nézzük az alakot, hogy leírná, hogy amire emlékszik, hogy hogy nézett ki? Valahogy úgy maradt meg bennem, mintha szemből láttam volna, tehát lehet, hogy az a mozgás is ilyen oldalazó lehetett volna, mert kar, szerűség, fejkörvonal, váll, és úgy a test. És a színe? Teljesen koromfekete. Természetesen most sem egyedi esetről van szó. Figyelemre méltó az is, hogy a fekete alakok megjelenése olyan házaknál gyakori, ahol testi vagy szellemi fogyatékos az egyik családtag. Most egy ilyen pitvarosi házhoz látogatunk el. Ez éjszaka történt? Éjszaka, igen, olyan 2 óra fele lehetett. Valamire fölébredt? Mondom erre, hogy a kislány nyöszörgött, meg nevetett, mintha én úgy vettem észre, mintha valaki csiklandozta volna, vagy mit tudom én, mintha valaki bántotta volna. Igen. Én erre fölébredtem, mondom, mikor lejöttem a heverőről, én akkor nagyon meglepődtem. Mondom, drága jó Istenem, mondom, ki van itt bent nálunk? Mondom, egy olyan jó 2 méter magas fekete alak. Én elindultam. Mondom, én nem bánom, én úgy is, de akkor már folyt az örömtől a könny a szememből. Én úgy sírtam az örömtől, hogy borzasztó. Mondom, engem nem érdekel, elindulok feléd, mondom, úgy is átölellek. Ahogy én ezt kigondoltam, elindultam, mint egy erős szél taszított vissza a heveröm fele, és úgy belőről éreztem én, mintha mondta volna, hogy most ne gyere ide. Mondom, akaratom ellenére muszáj volt visszacurukolnom a heverőmhöz. Megint csak álltam ottan, sírtam nagyon az örömtől. A kislány csak nyöszörgött, nevetett, mondom, mintha csiklandozta volna, mintha bántotta volna valaki. Ezt megismételtem 3-szor, de nem sikerült, hogy mit tudom én, oda mentem volna hozzá, és meg tudtam volna fogni. 3-szor is nélt, megkíséreltem, megint az a erős valami, mint egy szél vagy levegő, visszataszítottani, visszacurukoltam a heverőmhöz, megint csak megálltam, sírtam, egyszer akaratom ellenére muszáj volt leülnöm a heverőre, ettől a pillanattól kezdve én nem tudom, hogy én lefeküdtem, elaludtam, semmit nem tudok, csak reggel, mikor fölébredtem. Jelenleg évente 10 millió hektár őserdőt pusztítunk ki.
Ma már a trópusi őserdők csupán egyharmada maradt meg, pedig hatásuk a föld biológiai körforgásában pótolhatatlan. Mivel az erdőkben él a földünkön található fajok több mint a fele, élőhelyük megszüntetésével felmérhetetlen károkat okozhatunk, és ez a természet ökonomiai egyensúlyának felbomlásához vezet. Az ember az erdők felégetésével a fák légkörre gyakorolt pozitív hatását éppen az ellenkezőjére fordítja. Nagyon sokan érdeklődtek az UFO Control hálózattól, hogy mit tudunk a nagyirtás pusztai UFO esetekről. Forgatócsoportunkkal felkerestük a helyszínt és a legilletékesebb szemét kérdeztük, hiszen Gyurcsok József többször találkozott itt az idegenekkel. Kim voltunk sétálni, és van egy fenyves, igen? A fenyves befelé megy egy út. És már hát elég szépen alkonyat volt, szürkül, de még a látótávolság egy olyan jó 150-200 méterrel lehetett látni. Ahogy kijöttünk, benéztünk az útra, itt elég sok vad szokott keresztül váltani, főleg alkonyatkor már, amikor a nap lemegy, kell sötétedni. És a vadak helyett, körülbelül ott, ahol az út lent, egy pici kis kanyart vesz. Igen. Körülbelül azon a részen először négy, majd azt hiszem az ötödik, igen, az később lépett ki a fenyők mögül. Kis, alacsony emberkék. Akkor még itt elindultunk befele, és körülbelül innen a domb tetejétől egy picivel lejjebb, mondjuk ennek a lejtőnek ugye feléig jutottunk el. Csendben megálltunk és félreléptünk, tehát úgy beléptünk az oldalba, hogy a fenyők takarásába legyünk, és néztük, hogy mit csinálnak. Először furcsa volt, mert hangok nem voltak meg, meg nem az emberi test. Gyereknagyságúak voltak, olyan tizenéves gyereknagyságúak. Csak amikor felénk fordultak, és ugye hát ilyen messziről is azért még az arcvonásokat úgy, illetve az arcot valahogy ki lehet venni, furcsa az volt, hogy túl nagy volt a szemük, kopaszak voltak, szürkék. A furcsaság az volt, hogy valahogy az egész tájékon egy semmihez nem hasonlítható béke, nyugalom, szeretet ült. Ez van Irtás pusztán? Vagy Nagy Irtás pusztán? Akkor ott ez volt. A másik körülbelül egy hónappal később teljesen váratlanul úgy léptünk ki egy kanyar után, hogy mi se tudtuk ők se. Szinte ott az erdőben valahol? Igen, egy picivel arrébb. Annyi volt, hogy ránk néztek, ott tényleg jött az a furcsa zsibbadás, hogy nem tudtunk mozdulni. Álló helyzetben megálltunk, lezsibbadtunk. És valahol az agyba megjelentek gondolat, hogy ne féljetek. Ennyi volt az egész. Akkor egy váratlan találkozás volt mindkét részről. Milyen távol voltak akkor önöktől? Talán 10-15 méter. Akkor sem voltak hangok? Semmilyen hangok? Semmi. Semmi nem. Akkor ez elég közel találkozás volt. Ha most leírnál nekem, hogy ezek a lények 10 méterre hogy néztek ki, színre, alakra, testre? Szürkék. Szürke és szürke szabott ruha volt. Igen. A szemük az csodálatos volt. Fekete szembogár, de azt nem lehet elfelejteni. Az a fekete szem mindennél nagyobb szeretetet sugárzott. Tehát szintén nem félelemre akadtatok? Nem. Szó sincs félelemre, és ezt nagyon-nagyon kell hangsúlyoznom. Én nekem csodálatos élmények ezek, mert amíg élek, lehet, hogy soha többé nem fogok velük itt találkozni, de amíg élek, nem fogom tudni elfelejteni.
Ott álltak egymással szemben 11 egymással méterre. Egymással szemben két igen. civilizációnak a képviselője. Mi történt utána? Volt a zsibbadás, utána mi történt? Igen, ők szép lassan eltűntek a fák között. Elmentek? A furcsa az volt, hogy tulajdonképpen igazán nem mentek, ellebegtek. Fantasztikusak ezek a beszámolók, és egyre több ilyen találkozásra derül fény. A baj csak az, hogy sokszor álomszerű, hihetetlennek tűnő élményeket nem lehet bizonyítani. Az emberek pedig kézzelfogható, tárgyi bizonyítékokra vágynak. Természetesen vannak ilyenek is. Elsőként talán a több évtizede nyilvánosságra hozott és azóta csak szaporodó fénykép és filmfelvételeket érdemes megemlíteni. Azonban számos olyan jelenség is van, ami megtévesztésig hasonlít egy UFO fényeire. Ilyen az a kamera becsillanás, illetve torzítás is, amiről a filmsorozat első részében már beszámoltunk. De nagyon megtévesztő lehet a nyári éjszakákon egyre gyakrabban megfigyelhető lézerdiszkó fénye is. Ezek a fénycsugarak forgó fényörvényeket, fénygömböket vetítenek a felhőkre, amelyek gyakran 20 kilométerre is ellátszanak. Vagy itt vannak például a gabonakörök. Több mint 20 éve okoznak komoly fejtörést a kutatók számára. A helyzetet bonyolítja az is, hogy nem csak körökről van szó, hiszen felbukkantak bonyolult mértani ábrák is. Annyi bizonyos, hogy ezek nem természeti jelenségek. De perdöntőek ezek sem lehetnek, annál is inkább, mert egyre többen próbálkoznak utánzásukkal, házunk táján is, több-kevesebb sikerrel. Na de haladjunk tovább. Az UFO magazin 1995. júniusi számában olvashatunk egy hölgy orrában elhelyezett orrszondáról, melyet röntgenfelvételek is bizonyítanak. Természetesen ez sem elég. Kellene valami kézzelfoghatóbb. Találtunk olyat is. Magyarországon is léteznek már olyan tárgyak, amelyek az idegen civilizáció létére utalnak. Egy különös ásványi anyag, egy furcsa kis golyó, vagy itt van például a sokak által már megismert magnéziumrúd. Többszörös műszeres vizsgálat bizonyítja, hogy 100%-os tisztaságú. Ilyen anyagot a Földön nem állítanak elő. Ennek ellenére az UFO-k létét nyíltan kétségbe vonó tudományt ez az eset sem érdekli. Igazi világméretű szenzációként röppent föl a hír, hogy előkerült az 1947-es Roosevelt-i UFO katasztrófa egyik szerencsétlenül járt utasának boncolásáról készült film. Az eredeti anyag vizsgálata után a legszélsőségesebb vélemények alakultak ki a pislogó bábutól a genetikai torszülöttig. Ezen a felvételen jól látható, hogy a pislogásnak tűnő hatást a kép teljes szélességében végighúzódó képhiba okozza. A szakemberek véleménye abban is megegyezik, hogy egy volt élőlény boncolása látható a filmen. A boncolás során fölismerhető volt, hogy egy valószínűleg fiatal éveiben elhunyt nőnemű lényről van szó. A boncolás során a koponya, illetve a hasüreg megnyitásakor olyan kis kórosnak látszó szerveket láttunk, melyeket emberi boncolások során is megfigyelhetünk. A halottnak a jobb combján hatalmas tátongó sebnek tűnő foltokat láttunk, illetve hiányosságokat. Ez lehet, hogy baleset következménye, lehet, hogy valamilyen betegség? Ez úgy gondolom, hogy inkább trauma következménye, de természetesen nem zárható ki valamilyen betegség kapcsán kialakuló lágyrész és csont, illetve izomkárosodás. Ezek a képsorok úgy gondolom, hogy eredetinek tűntek, és bár nem Európában szokásos boncolási technikát láttunk a filmen, illetve úgy gondolom, hogy nem patológus, azaz korboncnak végezte a boncolást, de tulajdonképpen ez emlékeztetett egy hagyományos korboncolásra, úgyhogy a film ilyen szempontból hitelesnek tekinthető. Arra a kérdésre viszont, hogy a műtőasztalon ember vagy egy humanoid, esetleg egy hibrid lény feküdt, még nem sikerült megnyugtató választ kapni. Ha ezek után csalásra gondolunk, előtte mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy kinek van lehetősége egy emberi hullát holmi UFO-s trükk miatt nyíltan felboncolni. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan egyedet kellett találni,
aki egyszerre egy egész sor fejlődési rendellenesség bélyegeit hordozza magán. Ha pedig egy korabeli tudományos céllal végzett emberi tetemboncolását láttuk, akkor nincs magyarázat a szemről levett hártyára és a hermetikusan zárt öltözékre. Ugyanis az elhunyt halálának oka nagy valószínűséggel fizikai sérülés, nem pedig egy veszélyes fertőzés. Elképzelhető, hogy a kétkedés egyik fő oka pszichikai eredetű. Ugyanis az eddig ismert filmek, illusztrációk, beszámolók alapján mindenki egy vékony testalkatú, négyújú, kevésbé emberszerű humanoidot képzelt a boncasztalra. A látvány viszont nagyon is emberi. Az igaz, hogy a kis szürkék jelenléte sokkal gyakoribb, de nem szabad megfeledkezni azokról a már több éve nyilvánosságra hozott fotókról sem, amelyek éppen egy ilyen típusú idegen lényről, illetve annak makettjéről készültek. Talán ez is csak véletlen. Égi testünkön eddig még nem tapasztalt méretű a fajok pusztulása. Ez a szám az elmúlt 25 év alatt elérte az 50 ezret. Ez 2-300-szorosa a természetes folyamatnak. Ez a szorzószám hamarosan eléri az ezret. Mivel az ember a Földön élő fajok felét még csak nem is ismeri, a szerepüket sem tudhatja a Föld biológiai egyensúlyában. Ebből adódóan az ilyen nagymérvű pusztulásnak beláthatatlanok a következményei. Az igazi probléma az, hogy a változások véglegesek és egyben végzetesek is lehetnek. A szkeptikusok továbbra is csak a fejüket csóválják, az UFO kutatók pedig újabb és újabb bizonyítékokat próbálnak keresni. Utazzunk hát mi is tovább. Következő úti célunk egy dunaparti kisközség, Uszód. Annak is egy eldugott faluszéli házikója, ahol ismét egy eltérítés szálaira bukkantunk. Tehát szívére vizes ruhát, tarkóra vizes ruhát kellett tennem, beadtam nekik gyógyszert, mondtam, feküdjön le, és megvárjuk, hogy mi lesz a hatás. Na most én vártam, mondja ő nekem, hogy hát lányom, 4:11 van, menjetek, már jobban is vagyok egy kicsit, majd csak nem lesz az éjszaka, semmi baj velem. Mi ezt fogadtuk is, tehát a kislány szóltam, hogy gyere, Timikőm, akkor menjünk. Mondom az anyukámnak, hogy jöjjön, zárja be az ajtót. Ki is kísért bennünket egész a betonig, egy előtér beton van ott a folyosó előtt, és mondja, hogy na még a kiskonyhajtót is, légy szíves, zárd már be, elfelejtettem. Na most én azt bezártam, van két kiskutya, azokat meg az olba betettem. Na most ez jobbkéz felül esett nekem ez a buzatábla, és fölnéztem, és elkezdtem csodálkozni, ez volt, hogy Jézus Mária, hát mi ez? És akkor az anyukám is így kinézett, és rám néz, azt mondja, Erzsi, 61 évet megéltem, az életemben ilyet nem láttam. Na most, mikor én ott először megpillantottam, tehát az egy az 20 méter átmérőjű kört lehetett volna. Körülbelül. Igen, és 6 darab, mint újra azt mondom, mint egy stopptábla. Nagyságú 6 kör megint. Na most ezek tömöttek voltak, ezek teljes tömött, de az olyan fényt adott, hogy hát azt itt nem lehet látni. Tehát amikor megpillantotta, álltak, mozogtak. Forogtak. Na most forogtak a felső, nek a pereme fény lett, tehát a nagynak. Igen. Az volt a nagy, és az jobbra forgott. És milyen színű volt a nagy? Hát az is éppen olyan fényes. Milyen mert neki az a... Nem volt ott szín, tehát ott ne, az a kör, tehát egy kör, tehát az csak fény lett. Ott csak fényesség volt. Tehát itt nem volt, hogy színt látok, hogy most zöld vagy piros vagy akármi, csak fényt. Uh-huh. Tehát ez a körnek is a széle fény lett. Igen. Ott belül, mintha üresség. Szóval nem mutatott semmi más. Csak kontúrja volt. Igen. Na most ezek a hat, a kicsik, azok tömörek voltak. Ezt határozottan tudom, mert én annyira annak volt színe a kicsiknek? Aznak is csak ez a hatalmas fény, ez a sárgás, égető, sárgás, égető fény. Uh-huh. És azokból jöttek ilyen, hát mind a karom, ilyen fénysugarak le.
a föld felé, igen. És alul volt még egy, ami összpontosított, tehát oda ment az egész sugár. Per pillanat nem féltem semmitől, tehát ott van, annyit feleltem rá, hogy hát valami fényjelenség, mert ahogy jött, elmegy. Igen. Gyere Timikén, menjünk mi. Avval én fölfogtam a táskámat, elindultunk a Trabant felé. Megyünk a kocsihoz, nyitom az ajtót, hogy beszállunk és megyünk. Be is szálltam a kocsiba, de abba a pillanatban elkezdett ez a forgás, tehát jött felénk, ez a fény így forgott, és már rajta volt a Trabant gépház tetején. Igen. Én a kocsit be akartam indítani, de nem indult be. És akkor a Trabanthoz hogy közeledtek ezekhez? Hogy élték ezt meg? Az annyira pillanat alatt történt, ez olyan pillanat műve volt, hogy mikor mi elindultunk, hát ha kint tetszett lenni, igen. Biztos, hogy ott álltak meg a kis ajtó előtt, igen. Gondolom így, igen, ahogy én is szoktam. Na most, annyi, hogy a gangajtótól eljöttem a kocsi ajtóig. Igen. Ők már, mire én beszálltam, indítani akartam, már ott volt. És akkor beszálltunk a kocsiba, becsaptuk az ajtót, és nem indult a kocsi. És közben jött felénk az a fény, de olyan világos volt, hogy mint a nappal lett volna. Utána nem bírtunk elindulni, és utána nem tudom, mi történt. Emlékezz vissza rá, hogy ott ül mellett a nyakád, és próbál indítani. Körülbelül hányszor próbálta indítozni? Mennyire nehezen ment ez a dolog? 4-szer. És beindult a Trabant, emlékszerűen? Nem indult be? És közben te mit láttál még? Anyukád ül mellett, Trabantot indítozza, csörög a motor. Mit látsz közben? Jön felénk az a fény, és ott van már motorháztetőn, és így fújtat. Jobb kéz felül van ilyen kis kar, és meg kell húzni, akkor hátradől az ülés, és én már ott hasaltam, mert nem bírtam már oda nézni se. A fény miatt meg, tehát féltem is, tehát attól a jelenségtől. És a kezdetben eltakartad motost, hogy csináltad? Hogy... Így. Tehát a fény miatt így leborultál, hogy ne lásd a fényt? És akkor innentől, ettől a pillanatok kezdve úgy tűnik, hogy van egy rész, amire emlékszel, hogy mi történt? Igen. Magukat lehetett-e hallani ilyen? Hallottunk, tehát olyat, ezt újra csak ahhoz tudom hasonlítani, mint egy kis macska. Mikor úgy haragszik ránk, oda nyúlunk, és ezt fújt, tehát igen. Olyan, fú, ez a... Ilyen sistergős hangot ezt mennyire hallott. Mennyire volt ez halk vagy hangos? Tehát jó, hát, kocsiban is hallatszott? Hallatszott, igen, hallatszott. Tehát rendesen kivehető ez a fújós hang volt, és közben forgott, és szinte éreztük, hogy ott van, tehát rajtunk, és nem bírunk tőle megszabadulni. Hogy nem bírunk megszabadulni, nincs kiút. A család kétségbe esetten próbálja elhitetni környezetével ezt a nem mindennapos élményt, de többnyire csak mosolygó, hitetlen arcokat látnak. Talán legjobb volna, ha elfelejtenék az egészet. De ezt többé már nem lehet elfelejteni. We'll be right back.
tengerekbe világszerte bejutó szennyezésnek háromnegyede az ember tevékenységéből ered. A mély tengereket arra is felhasználják, hogy katonai hulladékot és atomhajtású tengeralattjárókat temessenek bele. Szemét és olajrétegek úsznak a világ nagy hajózási útvonalain. Évente 6-8 millió tonna olaj ömlik a vizekbe. Az olajfoltok megbetegítik, illetve elpusztítják a tenger élővilágát. A kicsapódó kátrány pedig a part mentén okoz jelentős károkat. Lassan bebarangolhatjuk az egész országot, és újra meg újra rá kell döbbennünk arra, hogy nem vagyunk egyedül bolygónkon. Ennek ellenére hiába kémleljük az eget, és hiába zárjuk be lakásunk ajtaját. Ide lefeküdtem erre az ágyra, befordultam a fal felé, tulajdonképpen nagyon fáradt voltam, és rögtön elaludtam. És abban a pillanatban, illetve amikor elaludtam, nem aludhattam 20 percet. Amikor arra ébredtem föl, illetve felébresztettek, teljesen magamnál voltam, ébren voltam, arra, hogy valaki néz. És amikor felébresztett, akkor így megfordultam, és pontosan itt állt, és körülbelül ilyen pici volt. És akkor mi történt? Akkor tulajdonképpen ő felém volt hajolva, rám volt hajolva, és nézett engem, ahogy alszom. Igen. És láttam a arcát, a szemét, a nagy sötét szemét, és a karját, ugye, ahogy így fekvő állapotban, ahogy ránéztem, tulajdonképpen majdnem összekoccant a fejünk. Rettentően megijedtem, fölugrottam, itt volt egy fogas, azt felrúgtam, és úgy tűnt, hogy egy nagyot ordítottam, és kiugrottam ide a fürdőszobába, felkapcsoltam a villanyt. Benézek, nem látok senkit. És akkor magamban gondoltam, hogy ez hülyeség, de mégse hülyeség, mert láttam. És akkor kirohantam innen a szobából, és lerohantam a portára, és éreztem, hogy félek, és oda mentem a fiúhoz, de hogy mentem le a lépcsőn, a következő volt a fejembe. Nem szólhat senkinek, nem csinálhat balhét, nem hisznek neked, gyere vissza. És akkor éreztem, leültem azért a fotelre, és kérdezem a fiút, hogy hiszel az UFO-kba? És azt mondja a fiú, itt a néni, tessék hagyni engem aludni. És akkor éreztem, hogy mennem kell vissza, tehát úgy éreztem magam, mint egy távirányító autó. Fogtam magam, visszajöttem. Most egy normális állapotban nem jövök vissza, mert nagyon-nagyon megijedtem. És akkor visszajöttem itt az ágyra, mondom, megpróbálok aludni. A lámpát azért égve hagytam a fürdőszobába, befordultam a fal felé, és akarok aludni, persze, szerettem volna. Meghallottam a hangját, a lélegzetét. A lélegzet az nagyon érdekes volt, az pontosan olyan volt, mint mikor a műtétnél a operációs beteg, illetve a betegnél a vastudőt bekapcsolják, szóval erős lélegzete volt. Na, akkor mondanom sem kell, megint felugrottam, megint lerohantam, de ahogy mentem le a lépcsőn, megint megszólalt a fejembe, hogy gyere vissza, nem szólhat senkinek, nem csinálhat balhét, gyere vissza.
és szépen fogtam magam, és visszajöttem. És akkor leültem erre az ágyra, bekapcsoltam a tévét, ment a music tévé, ment a rock and roll, ordított a zene, átkapcsoltam a filmekre, és utána lehalkítottam, és megint hallottam, körülbelül akkor már itt állt, nem az ágyamnál, és hallottam a lélegzetét. És a következőt mondta, illetve tudatta velem, hogy nem mer meg sem mozdulni, nem mer hozzám közeledni, mert attól fél, hogy én ilyetemben meghalok. Ugyanis a szívem annyira dobogott, hogy olyan félelem fogott el, hogy tényleg már kezdtem rosszul lenni, és akkor itt ültünk 3 óráig egymással szembe. Ön az ágyon? Én az ágyon ültem, mint aki karót nyert. Úgy ültem az ágyon, ő pedig itt állt körülbelül, ahol itt a kamera van. És nem látta, csak hallotta a lélegzetét? Akkor már csak hallottam. Tehát nem mutatta meg magát, mert nagyon-nagyon megijedtem, az volt az első találkozásunk. És 3 órakor, hát sajnos egy kicsit kikeltem magamból, amit aztán később nagyon megbántam, és mondtam neki, hogy légy szíves, most vagy szólj hozzám, vagy menj el, mert nem látod, hogy meghalok a félelemtől? Ezt így hangosan közölte. Hangosan közöltem vele, kiabálva. Igen. És akkor a következő történt, hogy az ablakon keresztül, a függöny, ami itt van, zárt ablakon keresztül, majdnem így kijött a szoba közepén. Tehát megmozdult a függöny? Megmozdult a függöny, mintha szél kifújta volna. Csukott ablakon keresztül? Igen, és a matatást, a zajt, hogy ablakon keresztül távozott, hallottam. Mégis milyen zaj volt? Milyen hangok voltak ezek? Nem volt nagyon hangos. Igen? Tehát nem, minthogyha így kézzel az ablakot nyomogatnám. Az első kísérleti atomrobbantást 1945. július 16-án hajtották végre az új-mexikói sivatagban. Azóta több mint 2000-re nőtt az atomkísérletek száma. A Marshall-szigeteken végzett robbantások után például több mint 50 millió tonna radioaktív por került a levegőbe, amelyet a légáramlatok szétterítettek. Ezek a kísérletek súlyos biológiai, genetikai károsodást okoznak az élővilágban. Hatásuk még ma is tart. Bemocskoljuk vizeinket, tönkretesszük levegőnket, kiirtjuk az esőerdőket, felborítjuk bolygónk biológiai egyensúlyát. Hová vezet ez? Még soha nem tapasztalt méretű a fajok pusztulása. Egy év alatt megduplázódott az ózonlyuk. Nagysága jelenleg már eléri a 10 millió négyzetkilométert. Az üvegházhatás következményei is hosszú távon katasztrofálisak. Ezek a folyamatok egy kritikus pont után felgyorsulhatnak és visszafordíthatatlanná válnak. Ezért azonnal gyökeresen meg kellene változtatni a teljes energiafelhasználást, ipart, mezőgazdaságot és az életszemléleteteket is. Ha ez nem sikerül, az élőbolygó elpusztul. A súlyos problémákat felismerve, egyre többet vetődik fel az emberekben a kitelepítés, ma még misztikusnak tűnő gondolata. Szóval az egészből azt éreztem, hogy egy kicsit istenítsük a nagyszemőket, mert ők fognak minket megmenteni. Furcsa érzésem van. Én azt hiszem, hogy teljesen természetes dolog, hogy kitelepítenek bennünket. Azokat az embereket, akik képesek arra, hogy gyógyítsák, megmentsék a Földet, gondolom egy továbbképzésre és később pedig az egész Föld megmentésére. És azt hiszem, hogy teljesen normális és épp ideje már, hogy egy jó kapcsolatot létesítsünk velük. Én ebben annyira nem hiszek, hogy muszáj lenne elmennünk. Lehetnek más megoldások is. Tudna esetleg valamit javasolni? Hát mondjuk egy úszósziget a tengeren. Én nem hiszek benne, hogy szeretnének bennünket telepíteni. A UFO-kra gondol, hogy kitelepítenének benne? Nem, nem télek tőle.
Vagy lehet, hogy jobbat várnák tőle, hogy esetleg tényleg kitelepítenének bennünket. A saját problémáikat nekünk kell megoldani. Nem mástól kell várni a segítséget. Fel kell ismerni a gondok, a problémákat, és meg kell oldani őket. Keresni kell a megoldásokat. Nagyobb felelősséggel, több odafigyeléssel. Az a környezetszennyezés, az a minden pillanatban tetten érhető felelőtlen viselkedés. Úgy az állampolgár, mint a vezetők részéről, nem akarom részletezni, de a televízió híradót elég nézni naponta. Ez nagyon rossz irányba visz bennünket, meggyőződésem. Ismerve a jelenlegi kutatási eredményeket és feltételezve az idegen civilizáció létét, több alternatíva is szóba kerülhet. A szegedi UFO konferencia szünetében erről faggattuk az ismert előadókat. Minden élőlénynek érdeke, hogy egy másik élőlény tovább éljen. Hát gondoljuk csak arra, hogy maga az ember itt a Földön hány állatfajnak, hány növényfajnak a megmentésén fáradozik, nehogy kipusztuljon, akár a saját Földünk, de az is elképzelhető, hogy az egész világ mindenség számára. Az idegen civilizációknak az egyes tagjai akár saját érdekükben is, tehát a saját túlélésük érdekében is érdeke az, hogy az emberi faj mindenképpen maradjon, sőt, ez az egész Földünk, ez az egész bolygó, amely valószínűleg az egész univerzumban csupán csak egy porszem, de azért fontos, hogy élő Föld maradjon, hogy élő lakott bolygó maradjon. Lehet, hogy időszakonként, vagy ideglenesen ugyan létrejöhet, tehát egy olyan probléma, amely miatt el kell hagynunk, ki kell települnünk erről a Földről, de meggyőződésem, hogy hosszú távon ennek újból, vagy ismételten meg lesz az a technikai, vagy bármilyen megoldása, hogy valamilyen úton módon ez a Föld rehabilitálódjon. Elképzelhetőnek tartom, hogy először is vannak más civilizációk. Még azt is el tudom képzelni, hogy eljönnek a Földre elég nagy űrhajókkal, és akár mondjuk néhány ezer embert innen kiválogatnak, mondjuk nem tudom milyen szempontok alapján tennék ezt, kiválogatnak, elviszik. Az a néhány ezer ember, mondjuk ez már biológust kellene megkérdezni, hogy nem lenne nagyon belterjes az a populáció, az a népesség ott, néhány ezer ember egymás között, hogy tudna szaporodni. Végül is elképzelhető, de hát nem is tudom, hogy érdemes-e akkor azt a pár ezer embert elvinni innen. Nem kellene tényleg itt együtt javítani a dolgokon, hogy ne csak néhány ezer ember élje túl. Azt a fajta teóriát el tudom fogadni, amit Pusztai Sándor említett, hogy miért ne pontosan az ember kíváncsisága folytán és a kutató exploratív kíváncsisága folytán lehetséges, hogy kutató bázisokat hoznak létre steril körülmények között a világűrben. És pontosan az emberi faj megmentése, a növényzet és az állatok megmentése érdekében. Tehát steril körülmények között folyhatnának a kísérletek, de azt nem tudom elfogadni, hogy embereket telepítsenek ki, és egy ilyen Noé bárkája-szerű dolgot hozzanak létre, hiszen olyan gyönyörű ez a Föld. Gondoljunk a görög-római kultúrára, és gondoljunk mind arra a szépségre, ami a Földön van. Nem hiszem, hogy bárkire is számítani lehetne a világegyetemben, főleg két vagy három okból. Az egyik egy simán lélektani ok. Nem hiszem, hogy van a világegyetemben olyan erő, legyen az bármilyen szervezet is, amelyik azzal foglalkozna, hogy bajba jutott civilizációkat kiment, ugyanis a bajba jutott civilizáció az esetek óriási többségében önmagának köszönheti azt, hogy bajba került, és nem érdekük nekik sem, hogy olyan civilizációt mentsenek ki, amelyik a közel vagy a távolabb jövőben aztán megint egy másik világot pusztít el, és amelyik eleve úgy él az év milliók során, hogy vándorol a világegyetembe, és mindenütt csontig lepusztított élőhelyeket hagy maga után. Ez nem hiszem, hogy érdekük lenne. A másik ok, és erre utalt a cím is, hogy nyilván a saját problémáinkat nekünk kell megoldani, és nem valaki másnak. Tehát itt szó nincs arról, hogy
valamiféle űrmentők léteznének, és azok csak azt lássik, hogy ki mikor megy tönkre, és akkor gyorsan mentőkötelet dobnak nekik. Valójában csak az az igazán életképes és kozmikus szempontból az életre érdemes lénycsoport, amelyik maga oldja meg a problémáit, és akármilyen nagy bajban van is, és akármennyire már hurokban van a feje, azért az utolsó pillanatban ki tudja húzni, és azt mondja, hogy igenis változtatok ezen. És ez az a követendő példakép, amit szerintem egy normális etikájú űrvilágban el is várnak minden civilizációtól, és amelyik erre nem képes és elpusztul, azért nem hulajtanak egy csepp könnyet se sehol, mert az azt jelenti, hogy nem volt életképes. Elképzelhető, hogy lesz kitelepítés, de nagyon-nagyon kis létszámba. Csak kiválasztottak, vagy megjelöltek, vagy én nem is tudom, minek mondjam őket, akiket visznek. Rajtunk áll, hogy ez a kitelepítés bekövetkezik-e, vagy sem. A mi felfogásunkon, hogy megtaláljuk-e önmagunkba a békét és a szeretetet, és úgy fogjuk szeretni ezt a Földet, mint egy élőlényt, mert szerintem ő élőlény, és rajta az élősködők mi vagyunk. Ha ezt el tudjuk fogadni, és nem pusztítjuk, akkor lehet, hogy nem kerül sor kitelepítésre. De ha igen, akkor nagyon-nagyon keveseknek lesz privilégiuma az, hogy kitelepülhet. A Földet evakuálni fogják, teljesen reális. Időben? Hogy 30-35 év. De nullára. Szóval senki nem marad ezt a Földön. Tehát azt jelenti, hogy senki nem marad a Földön. Tehát létezik közelében olyan bolygó, az egész lakosságot át lehet telepíteni ön szerint? Hát nem olyan nagyon közel van, mert a legjobb tudomásom szerint 98 fényévre fogják innen evakuálni az emberiséget. Tudja a nevét is a bolygónak? Algó. Thank you.
Sokan osztoznak azon a véleményen, hogy a teljes lakosságot nem volna értelme kitelepíteni, hiszen az új bolygón ugyanezt a pusztító életformát folytatnánk. A cél csupán a faj és nem az egész emberiség megmentése lehetne. Ezeket a problémákat így is csak egy kívülálló, technikailag sokkal fejlettebb civilizáció valósíthatná meg. De Hargitay Károly legfrissebb információi alapján már ez az út sem járható. Az egész föld fölött, mind az északi, mind a déli félteke fölött egyre jobban vékonyodik az ózonpajzs. Ennek az ózonpajzsnak a vékonyodása és az itt-ott való kiukadása egy olyan, mondhatni, lavinaszerű lebomblást eredményezhet az ózonpajzsnál, hogy elképzelhető, hogy akár 10-12 év távlatában is a Föld elveszti ilyen irányú védekező képességét a kozmikus behatásokkal szemben. Ez rettenetes tragédia, ezt a földi élővilág nagy valószínűséggel nem bírja ki. Ez tehát, ha nem csinálunk valamit, vagy nincs valami szerencsénk, vagy nem segítenek az idegenek, tehát ha valami nem történik, ez az ózonpajzs lebomlás, ez mindenféleképpen végbe fog menni. A klíma összeomlása, ami következményes is, és önmagában gerjesztődő folyamat is, bizonyos klimatikus szinergizmusoknak, önszabályozó rendszereknek a következtében is, igen, súlyos viharokat, árvizeket, földrengéseket, vulkánkitöréseket és főleg üvegház effektust fog produkálni. Sajnos az őserdők elpusztítása, az állatok őrült levadászása, a mocsarak teljesen helytelen és ostoba öngyilkos lecsapolása, valamint az egész környezet beszennyezése és tönkretétele oda foghatni, hogy gyakorlatilag a növényi és az állati élet akár tökéletesen is lebomolhat, olyannyira, hogy talán még a baktériumok is elpusztulnak 10-15-20 év távlatában ezen a Földön. Mindennek a szörnyű változásnak az is következménye, hogy megkezdődött egy úgynevezett immunokollapszus, egy immunösszeomlás. Ez az immunösszeomlás a növényi, az állat és az emberi világban már elkezdődött. Ennek az egyik megjelenési formája az AIDS, a megugrott rákos eseteknek a száma, a különböző toxikózisok, szörnyű allergiát, különböző gyógyíthatatlan szindrómák megjelenése a növényi, állat és emberi világban egyaránt. Ezek azok a tényezők, amelyek bizonyos kölcsönhatás rendszerbe kerülve egymással szinte garantálják a Föld viszonylag rövid időn belül való elpusztulását. A Föld tehát fenyegetve van. Az ember túlélése fenyegetve van. A kitelepítések, az ufonautákkal valamilyen kapcsolatban lévő emberek korábbi véleménye szerint elég nagy arányúak lettek volna. Az elképzelések azok voltak, ahogy néhány ilyen kontaktált emberrel ezt közölték, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd embert fokozatosan, ha nagyon rosszra fordul a helyzet, elvisznek a Földről. Főleg természetesen fiatalokat. Ez az elképzelés egy-másfél évig volt érvényben, aztán valamilyen oknál fogva ezt az egész akciót, akciónak az előkészítését, megint csak értesüléseim szerint lefújták. Az érv az volt, hogy annyira rossz állapotban vannak már az emberek, annyira méreggel átitatott a szervezet, annyira traumatizáltak az emberek, annyira rossz az immunrendszer, annyira rossz a, mondjuk így, a lélektani készültségi fok, hogy nagy valószínűséggel a fiatalok nagyobb része sem lenne képes megfelelő módon kibírni az áttelepítést, gyakorlatilag az adaptációs energiáik csökkent értékűek. Ez annyit is jelent, hogy vagy útközben meghaltak volna, vagy nagyon megbetegedtek volna, vagy meghasonlottak volna, vagy megőrültek volna az új helyzetben. Éppen ezért, mert már a tínédzsereket sem látták igazán menthetőnek ilyen értelemben, legalábbis ezt állítják azok, akikkel kontaktáltak az idegenek,
ezt az egész készülődést lefújták. Az eddig információkból úgy tűnik, hogy maradunk, és ha élni akarunk, a problémáinkat magunknak kell megoldani. Talán ezek közül is az egyik legfontosabb kérdés a korszerűtlen, önpusztító energiafelhasználásunk. Pedig léteznek más lehetőségek is. Ezt bizonyítják azok a biztató kísérleti eredmények, amelyeket az energiakicsatoló berendezések és az antigravitációs eszközök terén már sikerült magyar kutatóknak elérni. Dr. Egeli György például egy olyan működő berendezést állított elő, mely a jelenleg érvényben lévő fizikai törvények alapján nem működhetne. Lehet olyan tisztán mechanikus szerkezetet konstruálni, ami úgymond saját hajánál fogva húzza magát, azaz nem kell tömeget kilökni az egyik irányba, egy teljesen zárt doboz a tetszőleges irányba erőt tud önmagára kifejteni, külső kapaszkodó nélkül. Magyarán lehet olyan a szerkezetet csinálni most mai technológián, ami nem rakétajelvel, nem impulzus megmaradás törvény segítségével megemelkedik, és akár el lehet vele menni a Holdra, vagy Marsra, vagy akármi. Most ez a kis szerkezet, amit megmutatok, ez nagyon egyszerű, a kiegyensúlyozatlan tömegeken nyugszik, és annak ellenére, hogy egyszerűnek tűnik, egy nagyon trükkös mechanizmust használunk föl. Azt, hogy ez a dolog megoldható, végül is 200 éve illene tudnunk, de a 20-as években például Wigner Jenő már rájött, hogy melyek azok az alapvető szimmetriák, amelyek például az impulzus és impulzus nyomaték megmaradást is leírják, és nem vették észre azt a kibúvót, azt a lehetőséget, ami a mostani fizika, a mostani megmaradási törvények számunkra lehetőséget nyújtanak. Magyarán ez a kis szerkezet három darab kiegyensúlyozatlan tömeggel megy, ebből kettő forog, a harmadik maga a kocsinak a tömege. És olyan trükkösen van megoldva a mozgó tömegek gyorsítása és lassítása, hogy kapunk egy periódikus eredő erőt, ami mondjuk két lépés előre, egy lépés hátra elven húzza ezt a kocsit saját magánál fogva. Itt tehát energiát kell betáplálnunk, de impulzust kapunk. Kétféle módon is bemutatjuk kipróbálás közben ezt a kis szerkezetet. Az egyik, hogy otthon beletettük egy közönséges kis műanyag tálkába, leragasztottuk a tálkának az aljára, és ez csak azért kellett, mert vízbe tettük az egész szerkezetet, azért, hogy lehessen látni, hogy nem lejtőn gurul, hanem egy kis medencének a szép álló vizébe működik ez a szerkezet. Lehet látni, hogy amint beindítjuk, tehát a megfelelő beszabályozás után beindítjuk, szép lassan a szerkezet a medence egyik széléből átmegy a másik szélébe. És ugyanez látszik, ugyanez a szerkezet egy íróasztalos kísérleten is, egy vízszintes lapra rátettünk egy nagy fehér lapot, arra csíkokat húztunk, hogy lássuk, hogy mennyire mozog a szerkezet. Persze az egész szerkezet rendkívül kezdetleges, rendkívül primitív, és az összes hiba el van rajta követve, ami elkövethető, de már mozog. A gyakorlatban mire tudnák majd használni? Például, hogyha ezt az elvet a technológiai finomítás hosszú folyamatán átvisszük, akkor mondjuk olyan autókat lehetne csinálni, ami hogyha, tudom én, megakad egy sorompónál, vagy megakad egy piros lámpánál, vagy egy hídnál, meghúzzuk a magassági kormányt, fölemelkedünk és átrepülünk, mit tudom én, az alagút fölött, vagy a Lánchíd fölött, ha ott éppen túl nagy a forgalom. De nem kell hozzá, mint a helikopterhez, ugye jó nagy a rotor, mert hát az impulzus megmaradás elvhez az kell. Nem kell hozzá kifutópálya, mint a mai repülőgépekhez, nem kell rakéta, stb.
egy lezárt doboz eredő erőt tud generálni, és ez a lényege. A rohamosan fejlődő orvostudománnyal párhuzamosan életünkben egyre nagyobb szerepet tölt be a természetes gyógymódok alkalmazása. Rá kell jönnünk, hogy az egykor sarlatánságnak, kuruzslásnak, boszorkányságnak hitt módszereknek is van reális alapja. Gyurcsok József állítása szerint a tiszta, kozmikus, illetve tudati energiát is a gyógyítás szolgálatába lehet állítani. Béki László természetgyógyász pedig az öngyógyító bioenergia alkalmazására hívja fel a figyelmet. Talán úgy kezdeném, hogy az erő bennünk van. De mi is az, hogy öngyógyító bioenergetika? Mindösszesen annyi, hogy a hozzánk forduló beteggel elhitetjük, hogy nem Isten csapása ez a betegség, ami őt érte, hanem egy olyan jelzés, ami nem más, mint a természet piros szemaforja, amivel közli a szerencsétlen pácienssel, rossz irányba vezeti az életét. Tehát ilyen értelemben a betegséget másféleképpen kell tudomásul vennünk. Nem úgy kell vennünk, hogy valami nagy átok zúdult ránk, hanem a kisebb betegségeket úgy kell tudomásul venni, mint amikor a rendőr ránk sípol, lelépünk a járdáról, mondjuk a tilos jelzésnél, ez azt jelenti, hogy a természetből természetfelelős ránk sípolt. Rossz irányba megyünk. És minél rosszabb irányba megyünk, annál nagyobb a sípszó, annál nagyobb a jelzés. Tehát a betegség azt jelenti, hogy lépést kell váltani. Nem tartottunk rendet a természet ősi rendjével, sem gondolkodásban, sem cselekedetben. De ezt a fajta módot képviselve megteremtjük a feltételét annak, hogy képesek legyenek az emberek önmagukban ezt a szunnyadó hitet, ezt a szunnyadó energiát, mint az elhamvadt tüzet felszítani. Hogyha a gondolkodásunk, a cselekedeteink olyanok, hogy a természet rendjéhez alkalmazkodnak, akkor ennek a nagy élő egységnek, aminek Gája a neve, földanya, kékbolygó messziről, akkor tulajdonképpen megmarad a teste is, és megmarad az energiarendszere is, ugye ezek a különböző vonalak, amik itt vannak, a Hartmann rendszertől a lejvonalakig, ez mindegyik a Földnek az akupunktúrás része, és kérem szépen, a Földet körülvevő aura is megmarad. Sajnos a Föld aurája most sérült. Ózonpajzs a Föld aurájának a neve. Nagy lukak vannak rajta. Ez pontosan olyan, mint amikor a mi energiarendszerünkön van egy luk. Valahogy be kell foltozni. És úgy, ahogy az embernek is belülről kell megújulnia, hogy az aurája tökéletes legyen, és nem bioenergetikushoz elmenni, aki különböző csoda mozdulatokkal befoltozott az auráját, nekünk, mint földlakóknak belülről kell úgy viselkednünk, hogy a Föld auráján keletkezett luk, ózonpajzs magától regenerálódjon. Szemed le van húnyva, szemed le van húnyva, és lélegzeted egyenletes. Izmaid ellazulnak, izmaid ellazulnak, testedben semmiféle feszültség sincs, testedben semmiféle feszültség sincs. Légzésed egyenletes. Szívműködésed egyenletes. Szívműködésed egyenletes. Gondolataid egyre tisztábbak. Egyre tisztábbak. Kezded elfelejteni a napi őrlő gondokat. A napi őrlő gondokat. Átadod magad a belső csöndnek. Teljesen nyugodt a lelked, teljesen nyugodt a lelked. Olyan, mint amikor egy csodálatos tiszta vízű tó, amikor egy csodálatos víztükrét semmi sem borzolja, semmi sem borzolja. Nyugalom van a lelkedben, nyugalom van a lelkedben.
csodálatos réten találod magad. Csodálatos réten találod magad. Anyad fekszel. Anyad fekszel. És gondolatban fölnézel az égre. Gondolatban fölnézel az égre. Látod az égnek a vakító kékjét. Az égnek a vakító kékjét. Látod a vonuló bárány felhőket. Látod a vonuló bárány felhőket. Érzed a napsugár cirógatását magadon. A napsugár cirógatását magadon. És hátad érintkezik a földanyával. Érintkezik a földanyával. Érintkezik. Érintkezik. Egyé válik vele a tested. Egyé. Érzed a földanya szívének dobbanását. A földanya szívének dobbanását. Szinte megsemmisülsz. Szinte megsemmisülsz. Hallod a fűnövését. Hallod a fűnövését. Érted a bogarak beszédét. Érted a bogarak beszédét. Egyé válsz az ős elemekkel. Gondolatban most szépen fölkelsz, most szépen fölkelsz, és elindulsz, és elindulsz. Ha már az ember is képes a bioenergiát, kozmikus energiát a gyógyítás szolgálatába állítani, feltételezhető, hogy egy fejlettebb civilizáció számára ez egy természetes, mindennapi alkalmazási mód. Ebből az elgondolásból kiindulva egyre többen várnak külső segítséget, de ennek nagyon minimális az esélye. Kivéve a kiválasztottakat, mert ebben az esetben közös érdek, hogy az ember életben maradjon. De vajon miért? Erre a fontos kérdésre kapunk választ a film befejező részében. Az első furcsa élmény az a hideg érzés? Igen, ez körülbelül van, január 10-e körül kerékpárral járok dolgozni, téli időszak, nem messzire kell mennem, ezért nem járok autóval, meg annyi mozgás kell is, hogy az ember reggelente meg délutánként biciklizik egy 5 percet. És elkezdett égni a fejem, érdekes módon csak ez a bal oldala. Tehát így le a szemem aljáig. És a feleségemnek épp mondom is, hogy te mondom, valami nagyon furcsa dolog, szóval fázott, de nem fázott, hanem olyan hidegen égett, akkor még nem tudtam ezt a hideg érzést, hogy mi lehet. És aposomtól kölcsön kértünk egy ilyen usánkát, amivel le lehet kötni, tehát füle van ezt az orosz típusú sapkát. És ez nem oldotta meg ezt a problémát, ugyanúgy égett, mintha a fejemen sem lett volna. És akkor ez az égés, ez abban maradt egy olyan egyhetes időszak után. És arra figyeltem fel, hogy esténként úgy általában olvasunk újságot, és a tévéradot azt meg szoktam nézni, mert a politika érdekel. És ahogy vége van a híradónak, ugye mindig egy sor reklám jön, és akkor mindig csendre szoktuk tenni a tévét, mert idegesítenek a reklámok, főleg elég bugyuták. És akkor, pontban 8 órakor mindig megjelent egy rettenetesen kellemes kis búgó hang, ami ilyen hullámzó búgó hang, és ez kétszer-háromszor ismétlődött egymás után. Nem tudom semmihez sem hasonlítani ezt a búgó hangot. Ilyen búgó hangot nem hallottam még. Tehát 8 óra van, a lakásban már egy csönd van, és igen. Ön a fejében? Vagy a fejemben. Tehát így pontosan, minthogyha ha visszhangzott volna ez az egész. Értem. Tehát a fejemben, és egy rendkívül kellemes kis búgó hang volt. Az elsőre ugye fölkaptam a fejem, amikor először hallottam ezt a kis búgó hangot, és a nejemnek mondom, hogy te hallod? És akkor mondja, hogy mit. Mondom neki ezt a búgó hangot, és erre föl megint ismétlődik. A búgások között egy olyan 4-5 másodperces időköz volt, tehát, de folyamatosan, és akkor a harmadik után mindig abban maradt. Utána mi történt?
És utána, aznap este nem hallottam ezt a kis búgó hangot, amikor történt velem ez a dolog, tehát a 23-áról 24-ére viradó éjszaka, illetve hát feleségem elmondása szerint 11 és 12 óra között történhetett ez a dolog. Akkor nem hallottam, lefeküdtünk, én talán korábban, van 4:40-kor, feleségem még olvasott, de ezt már csak ő mondja el, és onnantól fogva már csak azt tudom, hogy amikor a tudatomra ébredtem, és ez akkor történt, amikor a derekamig eljutott ezzel a beavatkozással ez a kis lény, aki nem lehet magasabb véleményem szerint 120 centinél, 130-nál, egy arc nélküli, az arcát nem láttam, egy fekete, nagyon vékony, mintha műanyag lenne, de nem attól merevebb csokjában volt, ami a nyakánál össze volt tűzve. Kicsit bő volt, az ujja is bővebb, mint a keze. És ezt, amikor a tudatomnak egy ilyen perifériális részére sikerült visszatornáznom magam a fájdalom révén, mert őrületes fájdalom volt, amikor a derek amíg eljutott ezzel a beavatkozással, és az, ami biztos, hogy innentől emlékszem dolgokra, hogy hozzám ért, és ettől rettenetesen visszajogtam, ugyanis guztustalan az egész keze. 4 ujja van, rendkívül hosszú, tehát a kis emberkéhez képest aránytalanul hosszúak az ujjai. Az ujjai végén ilyen kampós kis karom van, és ez alatt a karom alatt, tehát ez az ujjfej, vagy nem tudom minek hívják, ez egy ilyen kis vizenyős kis dudorba végződik nála is. És azt láttam, hogy meglötyögtette. Tehát úgy nézett ki az egész alsó két végtagom, hogy a bőrömben, mintha víz lotyogott volna. És eljutottunk addig, hogy a derekamnál megakadt, és innentől kezdve tudok mindent, hogy megpróbálta, kért újból energiát, mondta, hogy igen, mehet, és nem ment. Tehát beleremegtem, akkor volt még kétszer ez az őrült fájdalmam, amikor ordítottam, és akkor elszólt szintén kintről ez a másik lény, hogy hagyja abba, mert így nincs engedélyük, hogy megcsinálja. És akkor jött ez a 8 perces dolog, hogy figyelmeztette őt, a kint lévő, hogy már 8 perc elmúlt, hogy már csak 2 perce van, és akkor mondta, hogy hagyja, ezt az egész, ne vigye el ezt a sejtet, mert úgysem fogja tudni elvinni, és mondta, hogy a tudatomat próbálja megtörölni, mert rövid az idő. És akkor kapott egy újabb energiát, és ezzel próbálta a tudatomat törölni, mikor is tudta, hogy nem sikerült. Tehát ő tudta, és mondta, hogy emlékezni fog rá, el fogja mondani. És a másik, aki kint ült ebbe a fénygömbbe, az mondta, hogy nem baj, hagyjon. Hagyjon, mert számunkra ez elképzelhetetlen, és ha el is mesélem, úgysem fogják elvinni. A fejfájás az milyen jellegű volt a tudattörlésnél? Égő, vagy szúró, vagy milyen? Égő, de nem meleg égés. Ezt hangsúlyozom, hogy hideg, rettenetesen hideg, olyan, mintha, mit tudom, egy hűtőházba vittek volna. Tehát bődületesen hideg. És akkor csak a fej? Akkor csak az agyamra összpontosított, és ez nem is, ez sem sikerült neki. Megmozgatta a testét, utána újra kért energiát. Igen, kért, akkor volt ez megpróbálkozott még egyszer. Igen. Akkor jött ez a hidegérzés, meg ez a rettenetes fájdalom, fordítottam. Továbbra is oldalfekvő helyzetben. Nem tudtam megmozdulni, szóval ebből a pozícióból nincs menekvés. És utána ez újra még egyszer megismétlődött? Még egyszer megismétlődött. És akkor közben a két lény egymással beszélt. Kommunikált, igen, amit én is értettem. És akkor ez hogy volt pontosan? Ismételten energiát kért. De amit hallott szó szerint, hogy mi volt, hogy zajlott le? Kérek energiát. Még kérek energiát. És a másik mondta neki, hogy nem fogja tudni megcsinálni. Így mondta szó szerint? Igen, szó szerint. Milyenek voltak ezek a hangok, az egyik és a másik? Az egyiké nagyon rideg. Aki csinálta ezt, egy nagyon rideg, kimondottan unszimpatikus volt. A másiké, aki bent ült ebbe a gömbbe, annak nagyon kellemes hangja volt. A
önnel közölték, hogy egy sejtet visznek igen, el. Igen, ezt el is mondtam. Az előbb tetszett mondani, hogy mindent elmondtak. Miket mondtak még? Például elmondták, hogy ez a feladatunk. Ezt a sejtet termeljük. Az embernek? Az embernek. Ez a feladata, ez a sejt termelés. Ezt 4 és 5 éves korba hozzák el, ezt is elmondták. Igen. Azt is, hogy 40 év után viszik el. Igen. Azt is, hogy ez befolyásolja az emberek élettartamát, tehát a korát. Igen. Mert ez valamiféle védettséget ad nekünk, még ezt hordjuk, és igen, utána a környezeti hatások és a egyéni szerencse meg érzékenység alapján történik meg az elhalálozás az embereknél. Ezt mind mondták? Ezt mondták, sőt többet mondtak. Igen. Az egész folyamatot elmondják, mert az megmarad bennem, hogy a hidrogénnel csinálnak valamit. Igen. És ezzel a hideg energiával, meg a hidrogénnel a molekulák forgás irányát meg tudják változtatni. És egy nagyon érdekes dolog, hogy csak úgy azt tudom hasonlítani, mint amikor a pulóvert így lebontják, a kötött pulóvert. Igen. Így bomlik le az emberi szervezet. Mert amikor én a tudatomra ébredtem, akkor ez volt az első, hogy azt mondtam, hogy te atya úr, de valami rettenetesen döbbent módon, hogy ez valami olyan egyszerű pitlák dolog, hogy soha nem jövünk rá. Hogy soha nem jövünk rá. És ez a hidrogén meg a molekulák forgás irány, ez innentől van. Tehát előtte sokkal többet tudhattam az elmúlt 8 percbe, mert csak ez az utolsó 2 perc lehetett, amire én emlékszem. Beszélgettünk arról is, hogy megtölt ez a furcsa éjszaka, utána mit jártak a fejében? Hát teljesen romokba hevertem, meg kell, hogy mondjam. Szóval egy óriási csalódás volt, és hosszasan gondolkoztam is, hogy elő szabad ezt bárkinek mondani. De először is ugye az ember az értelmes lény, a világ mindenség csúcsa, vittük mi, és rádöbbentem arra, hogy ez se nulla. Tehát a mi tudományunk, meg a mi fontosságunk, meg a mi szerepkörünk nulla. Szóval gyalázatos érzés volt. És azt a kiszolgáltatottságot, amilyen helyzetben voltam, úgy rettenetes. Rettenetes. Megmondom őszintén, hogy egy 3-4 hónapig én nagyon szerettem az estéket, kimondottan rettegtem attól, hogy jön az este. Valahogy úgy érzem, hogy bármikor nézhetnek, bármikor tudom, hogy olyan technikával rendelkeznek, hogy bármikor kileshetnek, megfigyelhetnek. És szóval ez már szinte gusztustalan. Szóval ez ledegradál minket egy állati szintre.